Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit ebben a mai videóban. Örülök, hogy itt vagytok, mert ma a kutyuskákról szeretnék nektek beszélni, és ezekről a matricákról csak egy rövid sztori. Az osztályfőnököm kapott ilyen matricákat, és nemrég készült el a kutyusos rajzom. Ez. És megmutattam neki, és rájött, hogy úristen, mennyire szeretem a kutyákat, és odaadta nekem ezeket a matricákat, amiből már jó párat használtam. De most térjünk át a kutyákra. Azért ezt a hiányzó matricát raktam ide, mert úgyse fogom felhasználni. Egy, kettő, pedig az, hogy így... Ez a matrica illet legjobban a témához, ami ebben a videóban fog szerepelni. A kutyák manapság már mindenhol jelen vannak az életünkben. Fontos részt alkotnak benne. Ezt sokszor az emberek nem veszik tudomásul, pedig tündérbogyók, és nagyon sok törődést is igényelnek, így megértem, hogyha valakinek nincs rájuk ideje. Vannak minikék, vannak nagyobb testűek, és vannak az óriás maci kutyák. Nekem jelenleg kettő kutyusom van, kettő Foxy, az egyiket Buksinak hívják, a másikat Lizának. Nagyon szeretem őket, és Foxyk úgy a közepes és a minikek között vannak. Mindjárt mutatok Foxy kölyökökről a képeket, ugyanis a Buksi még csak olyan egy hónapos, a Liza pedig olyan fél hónapos körülbelül. Tudom, nem tudom, hogy képen mennyire jön át, de nagyon kicsik még. Most, amikor a Liza körülbelül annak a kétszeresére fog megnőni, a lényeg, hogy minikék. Egy kifejlett szuka, és hát ez pont kan kép, de mindegy. Szóval az így ilyen, és ilyen hosszúkás farkuk van. Az előző kutyánknak, az előző kis Buksinknak, ő is Foxy volt, vágott farka volt, vadásztól kaptuk. Mondjuk, igen, többféle terrier is van, ilyeneket is bedob, de nekünk nem ilyenünk van, hanem inkább... Aha, ilyenünk. De most térjünk át a végleges témánkra, mert kicsit elhúztam ezt az egész beszédet a kutyáimról, a kutyákról. Igen. Szóval térjünk át a lényegre, ami miatt készül ez a videó. A kutyákat óvjuk, hiszen a legjobb barátaink. A kutyák a legjobb barátaink. Sok kutyát kidobnak az utcára. Van, hogy a menhelyek sem biztosítanak megfelelő körülményeket nekik. Óvnunk kell őket. Ha elhatározzuk, hogy tartunk egyet, nem dobjuk ki. Védjük őket. Az életnek az ő érdekeiket is szolgálnia kell. Úgy kell intéznünk, mert ez rajtunk is múlik. Egy kutya ajándék. Ha veszünk, ha kapunk egyet, foglalkoznunk kell velük. Mindig legyenek. Meg a kötelező oltások. Igen, ez nagyon fontos, mert azért büntetni is lehet. És bocsánat, hogy itt így megálltam, csak egy sorra lejjebb néztem. Mindig legyenek meg a kötelező oltások, és féregtelenítsük őket. Ha sápadtak, ne mondjuk azt, hogy fáradt, hívjunk állatorvost, segítsünk rajtuk. Ezt a hívjunk állatorvost, ezt azért írtam le, mert nekünk is volt egy olyan, sápadt, jól van, majd kialudta magát, lehet, hogy csak éhes, mert a Liza elette előle a kaját, kis haspok. De nem, mert felette a patkány mérget, de
Erről majd később beszélek, csak annyit hozzátennék, hogy nem mi szartuk ki azt a patkánymérget, és hogy miért van ott kiszorva patkányméreg, hát azért, mert patkányok vannak ott, de hogy kerültek oda, azt is majd elmondom nektek egy külön videóban. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!